szerettem volna szólni, de akkor innen nagy szeretettel, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, Kajzer László vagyok. Kedves megjelentek, ezen a Beszédes című esten visszhang, ugye milyen szépen hangzik. Összejöttünk ezen a Adi szavával élve, ködgubás novemberben, és összejöttünk azért, mert azt hiszem, sok mindenben egyek vagyunk. Egyek vagyunk a versek szeretetében, egyek vagyunk a képek szeretetében, egyek vagyunk a zene, egyáltalán a kultúra szeretetében, de legfőképpen talán mindannyian is azért vagyunk itt, mert egyek vagyunk Baranyi Ferenc szeretetében, hagyj köszöntsem őt nagy szeretettel. És egyek vagyunk Baranyi Péter szeretetében. Kedves barátaim, mondtam, hogy Beszédes című ez a visszhang, nem is akarom értelmezni, mindenki értelmezze, ahogy jónak látja. Itt a képek, zene, irodalom, kultúra és kulturáltság világában. Inkább azt szeretném hangsúlyosan mondani, hogy bár ez egy közös est, egy irodalmi zenés közös est, apa és fiú estje, meg a kultúra estje. Többen fölhívtak telefonon, és egyetlen személyes megjegyzés, hogy nem írtátok el véletlenül ezt a bemutatót? Hiszen Baranyi Ferenc van a második helyen, és Baranyi Péter van az első helyen. És én azt mondtam, hogy nem, nota bene megnéztem az interneten, és ugye az internet manapság önálló életet kezd élni, leválik rólunk, és láttam, hogy volt olyan meghívó, ahol megcserélték és a Ferit tették előre. Kedves barátaim, egyszer mindenkorra tisztázzuk, hogy ez egy közös irodalmi est, és zenés est, és könyvbemutató, és fotók gyűjteménye, de ez elsősorban, és Ferivel teljesen egyetértésben, azért mégis Baranyi Péternek az estje, hiszen neki jelentek meg válogatott fotói egy gyönyörű album kíséretében, de azért mégis vissza kell fordítanom a saját gondolatomat, mert hogyha igaz, amit Nagy László mondott, hogy műben az embert megünnepeljék, és így is van, akkor engedhessék meg, hogy úgy fordítsa meg ezt a gyönyörű sort, hogy a gyerekben a szülő megünnepeltessék. Ha a gyerek olyan, már pedig a gyerek olyan. Tehát mégis úgy érzem, hogy mégis Baranyi Ferenc az első, vagy talán Baranyi Péter az első, és mindenképpen itt hangsúlyosan szeretném megemlíteni, hogyha a gyermekben a szülőt megünnepeljék, szülőben a gyermeket is, hogyha olyan, akkor nagy szeretettel köszöntöm az itt megjelenő édesanyát és feleséget, Baranyi Ferencnét. Kedves barátaim, kettős könyvbemutató ez. Az egyik, mint mondtam, egy fotóalbum, ami Baranyi Péternek a műve, de mégsem az övé, mert ebben a kötetben egészen sajátságos, és most kiadóvezető minőségében állítom bízvást, egy unikum és érdekes és nagyon mély kötetet tartunk a kezünkben, mert Baranyi Péter fotógyűjteményéhez, válogatott fotógyűjteményéhez némely képhez igazodva, nem is igazodva, hanem nem esedve, vagy fókusszál, vagy manapság mondják, egy-egy Baranyi vers született. Tehát ilyen értelemben egy nagyon érdekes kötet, elsőlegesen egy fotóalbum, egy 50 éves fiúnak a fotóalbuma, és ehhez az albumhoz 21 néhány verset írt a 80 éves Baranyi Ferenc. Hát kedves barátaim, engem ez meghat és gyönyörű. És úgy, ahogy minket összeköt Baranyi Ferenc és Baranyi Péter szeretete, és azt hiszem egyáltalán a szeretet köt össze minket. Egyik versemben azt írtam Baranyi Ferenchez, hogy jobban szeretlek téged, mint a hűséges, hűtlen elveket. Én azt hiszem, hogy ez a kötet, hogy a szeretet és a minőség, a képviség, a kultúra, a sírdalmi éve megszülessen, ahol sok mestere volt szükség, de engedtessék meg, hogy külön köszöntsen nagy szeretettel Markovics Ferencet, aki nélkül ez a fotóalbum nem születhetett volna meg. És azt is köszöntenem kell, aki nincsen itt, Tótfalusi István, mert ez a kötet külön érdekesség ennek a kötetnek, hogy ez egy kétnyelvű bilingvis, az egyik legnagyobb magyar élő fordító Tótfalusi István Baranyi Ferenc verseit angolra fordította. És ha már est, és ha már közös vállalkozás, 50 éves, 80 éves művész találkozása. Haza magasban. A másik kötet, az meg szinte egyértelműen Baranyi Ferenc, de mégsem, mert ott is vannak a kis kötet, az angol nyelvű kötet, ott is vannak természetesen képek,
viszont magak a versek, azok kivétel nélkül mind angol nyelven jelentek meg, konkrétan fogalmazva, van egy nagyívű fotóalbum, ami egy életműkiadásnak egy része bizonyos értelemben, és van egy verses könyv, jó néhány remekhívű Baranyi Ferenc verssel, és ezeket a verseket Tóth Forsi István fordította. Kedves barátaim, én csak kérem, hogy érezzük jól magunkat, ebben a manapság közérzetileg lámpalosos időkben legyen egyfajta oázis számunkra, és akkor én megkérném ezek után, mert hogy induljunk előre, meg halljuk a verseket is, megkérem Merény Juditot, hogy Baranyi Ferenc verséből egy csokrot nyújtson át nekünk. Köszönöm szépen! Tranzit. Valaki jön az éjszakából, elébe víz hangzik a távol. Az eddig megtett út mögötte, szembeszél húzza már előre. Hova jutott be? Hova lép ki? E hely végállomása néki, vagy csak kietlen pihenőhely, hol elidőzni is erő kell? Valaki jött az éjszakából, éj űzte, éj takart a vándor, s újra kilép az éjszakába. Vízhang előtte és utána. Kőfej a gránitbányában. Bauxit arc, rőtt, rezzenéstelen. Talányos, furcsa a kifejezése. Ősidők óta réved mereven, láva folyamok elhamvadt tüzébe. Vöröslő arc ez, nem vitás. De nem szégyentől ég, hiszen nincsen érzeménye. Lázrózsaszínt vetít rá szüntelen, elmúlt világ égések mágia fénye. Közömbössé, elángoktól fagyott, elmondja mégis, amit láthatott. Közlékeny, bár mégsem mozdul a szája. Beszél, ne félj. Merev, de nem halott. Szavát, ha értőn nézed, hallhatod. Vöröslő múlt, hiteles krónikása. Hogy az opera blokkot, mert itt nagyon vegyes a műsor, tehát itt egy Gesamtkunstwerk van, ahogy Wagner Richard mondta. Egyébként ez jó próba köpince szerelem, mint a Rabindranath Tagore. Szóval, aki ki tudja mondani, hogy Gesamtkunstwerk, az ihat tovább nyugodtan, mert még mindig beugod. No, hát akkor itten nagyon jó barátaim, Sárkány Kázmér, a kiváló baritonistája, operaházónak Csák József, aki nagy tenorsztárja volt operaházónak, főleg a 80-as években ők énekelnek, és Hegedűs Valér kíséri őket zongorán. Az volt a kérés, hogy azért mondjak néhány szót arról, hogy mit fogunk hallani tőlük. Először Francesco Cilea, Arlesiana, tehát Arli lány című operájából fogja Csák József elénekelni Federico Lamentóját. Na most ez a Francesco Cilea, ez az olasz második vonalnak volt egy jeles tagja a 19. század második felében. Ezt megírtam az opera könyvemben, hogy ez a második vonal, Ponchielli, Cilea, Franchetti, Mascagni, Leon Cavallo, ez sok más országban első vonal lett volna, de Verdi és Puccini árnyékában csak második vonal tudott lenni. Na most ez az Arli lány című operája a Cileának, ez Alphonse Daudet-nak az Arlésienne című drámája nyomán készült. Egyébként az Arlésiennehez itt kísérő zenét Georges Bizet. És hát ezt az áriát abban a szituációban énekli a tenorista, a Federico nevű szereplő, amikor kiderül, hogy az a városi lány, aki az ő mennyasszonya,
az bizony felszorgaszta őt, különben is kétségei voltak, mint a féle falusi legénynek kisebbség érzései voltak, és hát úgy beigazolódtak sajnos az aggodalmai, és kiderült, hogy a városi lány megcsalta őt egy lovásszal, és akkor tör ki belőle ez a fájdalmas zokogás, ami a Lamentó, a Federico románca. Utána Sárkány Kazi el fogja énekelni a Carmen Burbizé, Carmennyével a Torreador dal. Ehhez nem mondok semmit, mert ezt mindenki ismeri, ez világsláger. És végül pedig kettejük előadásában hallani fogjuk Erkel Bánk bányából, Bánk és Tiborcz kettősét, de azt megelőző, hogy Bánk híres áriája, Hazám, Hazám. Na most az első kettő opera részletet, tehát a Federicót és a Torreadort, azt én fordítottam, a Bánk Bánt azt nem. De az is fordítás, mert ugye az Egressy Béni szövegét azt a 20-as években Názadi Kálmán újra költötte, mert már kicsit poros volt. Például a Hazám, Hazám úgy kezdődik Egressy Béninél, hogy miként vándor ki tévedez viharzó éjeken, avagy hajós a szélvésztől korbácsolt tengeren, stb. Hát ebből lett aztán Názadi Kálmán átdolgozása, majd mint számüzet kivándorol, stb. Na, én kértem a Lacit meg a Petit, amikor szerkesztették a műsort, hogy kevés duma legyen és sok produkció, úgyhogy most szeretnék megfelelni saját kérésemnek, és abba hagyom. És akkor következzék Csáki József. Kezemben. A címe, hogy Képek tükrében, ennek is ugye mi beszédes a címe. Ez végül is egy fotóművészeti pályának az összefoglalása. És ha nekem össze kéne foglalni, ami lehetetlenség, én hagyj idézzem Baranyi Pétert, aki egyébként ebben a kötetben, ugye tisztáztuk, hogy kétnyelvű a könyv, tisztáztuk, hogy Baranyi Ferenc versek és angol fordításban, Baranyi Péternek esszéi szerepelnek ebben a kötetben, egy kis magyarázat az ő művészetéhez, az ő lelkéhez. Kiírtam egy idézetet, és ide vonatkozna a kérdésem, azt írtad, hogy szerelmes vagyok az arcoknak és a környezetet adó kereteknek. Na most, ha jól belegondolunk, minden ember egy arc, mindig van környezet. A te fotoművészi barangolásod az arcoktól, a mozdonyokon át, a víziószerű fotóesszékig nagyon széles, de mégis az ember, mint arc, és a körülöttünk levő világ, és nagyon sok esetben annak a lepusztultsága, és a művészetet másik lényege, amit művészi rangra emeltél, az alkalmazott fotográfia. Kérdésem, hogy jól látom-e? Bízom benne, hogy jól látod. Az alkalmazott fotográfiát ezt azért szeretem, egyrészt, mert szakmán, másrészt kiegészíti, szimbiózisba ér az alkotói fotográfiával. Tulajdonképpen, amikor a fejemben virtuálisan elkezdtem ezt az albumot szerkeszteni, ez 2 éve volt, még nem tudtam, hogy édesapám közreműködő lesz,
de elég hamar összeállítottam. Nem mindegyik fotóesszé közben rájöttem, mert igazából nevezünk képsorozatnak ezt a 7 képsorozatot, hogy visszatekintek, ha már így korosodom, hogy eddig mit műveltem a fotográfiában, és mit merek vállalni. Elég hamar jön összeállt a 7 képsor, ami elég jól tükrözni tényleg az, hogy igazából milyen emberke vagyok. De volt egy hiányérzetem, az egyik az, hogy nekem kisgyermekkorom óta az egyes helyértékű szerencse számom 8-as, akkor nehogy már 7 fejezet legyen a könyvben, hagy fogjon az a mély nyomó papír a nyomdában, legyen 8 fejezet, olyan szép szimmetrikus szám. Szeretem az egyensúlyt az életben is, a kerékpáromon is, meg a képkompozícióban is. De viccet félretéve rájöttem, hogy hiányzik tulajdonképpen a kerékpáromban és a újabban digitális adathordozókon tulajdonképpen a legnagyobb dózis az alkalmazott fotográfiából található. És rájöttem, ez ugyanúgy része az életemnek, és ezért ez hiányzott, és ezért lett 8 fejezet, így emeltem be. Ami még fontos ebben, hogy nagyon sokat köszöntek az alkalmazott fotográfiának, mint feladat, mert ott tulajdonképpen úgy kell fotografálni, hogy mindig egy konkrét tényszerű képet kell megvalósítani, ami az igény lehet, külső vagy belső igény, és ez olyan rutin gyakorlatot, olyan technikai tudást, meg bizonyos lehetőségeket adott, amit aztán sokszor alkotás közben is felhasználok. De mint elmondtam, hogy szimbiózis van a kettő, de visszafelé is, mert volt megrendelő, aki meglepődött, hogy milyen érdekes megoldásokat szültem, mert miközben nevezzük úgy, én úgy hívom, hogy játékszerelem fotóimat készítem, mint ezek a fejezetek képpen, ott meg olyan dolgokat kísérleteztem ki, amit nem mentem volna hétköznapokban, azt meg az alkalmazott fotós életben hasznosítom. Tehát így teljes ez az album, így már nem aszimmetrikus, mert benne az alkalmazott fotózás. És ha már teljesség, akkor ha szabad kicsit költően fogalmazni, neked vannak tárgyi isteneid. Kövek, mozdonyok, sínek, és vannak emberi isteneid, élő alakok, édesapádról is készítettél fotót, és hát ugye az a ciklus, amely a kőarcok, a rockerek és mások. Így van, az alkalmazott fotográfiának köszönhetem, hogy a kötetben be tudtam emelni képileg is édesapám portré formájában, mert 20 éve kihasználja, hát igen, gyere már át a nagy szobába, mert lesz egy újabb kötetem, készítenél egy portrét, amit persze nekem nagyon megtisztelő volt még annak idején is, tehát ezért is jó, hogy ezekbe kerül. Így van, én tulajdonképpen mindennél tudok rajongani, barátaim, ismerősen, családtagjaim is tudják. Nagyon kevés dolog, amiért nem rajongok. A tárgyi szeretetem, én mindig kultuszokat mondok, tehát a vasúti témái fotóimnál is, hogy a volt lelkekben is az a lényeg, azok a nagyszülők, az én nagyapám, aki volt egy időben vasutas is, egy generáció. Én azokat érzem, amikor ott vagyok, és igazából nekem az ember és az által alakított környezet az mindig együtt van, ezért csapongok és portrézok, és minden ilyen ember vonatkozású környezeti dolgot fotografálok. Nyilvánvaló, ami közel áll hozzám, a kőarcok is, hogy az egyik énem, a rocker énem, ennek tavaly volt egy kiállítása a Bührer kertben, szintén koncertekkel, nagyon más jellegű koncert volt, de az is az egyik énemet mutatta, mert ott is az emberi arcok egyrészt nagyon sok emberi arc nekem közvetlen életeket mutat, mert ismerem őket, és én úgy láttam, hogy sorsok vetülnek ki rajta. Ugye volt egy üzenete is, hogy a idős generációtól indultunk, és egy 2 éves kisfiú, a Benjamin. Tehát tulajdonképpen ez tényleg egy ilyen vérbe lévő dolog, és adódik át generációról generációra. Ezt próbáltam megjeleníteni, de mindig mögé vizionálom azokat a háttereimet, amik meg nem tudom honnan erednek. Markovics úr ezt is észre, szeretek éjszaka fotografálni, ez egy ilyen mániám. És megint csak az alkalmazott fotográfiának köszönhetem, mert nem tudtam a portrét alanyaimat elcitálni ezekre a helyszínekre, viszont amit tanultam a munkáim során, így meg tudtam oldani ezt a kép sorozatot. Ott Gabi, akivel 10 éve vagyunk tiszteletbeli barátságban, ha nem bántom meg, vagy nem sértem meg azzal, ő is tulajdonképpen lehetne alkalmazott énekesnő is, mert azt tudni lehet róla, hogy bármilyen nevű műfaj a hangszálaira illesztünk, abból minőségi dolog születik. Például most a hegedűs a háztetőnben, ő játsza a musicalben a Sára szerepét, de mégis arra kértem, hogy ma este, mint ahogy ugyanígy ebben a könyvben én magamat próbáltam, magam lelkületét valamennyire kitükrözni, hogy mutassa be nekünk ma este, hogy igazából ő mi az, ami
az ő gyökerei, amit ő szeret, és én tudom, hogy másfél éve foglalkozik, nevezük úgy, én nem vagyok zenekritikus, szerintem ez világi zenének nevezik, tulajdonképpen visszatalált a gyökereihez, és most ebben mélyült el, és arra kértem csapatát, hogy ebből mutassanak be nekünk valamit. Ezért szeretném a színpadra szólítani Tóth Gabit és kísérőit, a zenekarának egy részét hoztál. A hegedűnél Harmad Hodász Klári fog szerepelni, Molnár Tibor és Csóka Péter fogja kísérni. És ezek közül mind a kettő már egy saját szerzemény lesz. A következőt nagyon-nagyon szeretem a szövegét, amit a Tibi írt, és nagyon jó énekelni, mindig nagyon beleélem magam, amikor előadom ezt a dalt, úgyhogy remélem öröknek is tetszeni fog az Ízedre vágyom című Vadi új szerzeményünket fogadják sok szeretettel. Csök és lepke is kigyúl a vágytól, forró a déli szél is, szinte már ég, mikor kinéz a lány kis ablakából. Szemléli, hódolé a csillagtábor. Fényes, veszettül fényes mind a csillag, de tekintete tündöklőbb a lánynak, az ég burkán is átragyogva hírt ad,
Új üdvösségről, mit csak földi vágyad. Bosszantására angyalok hadának. Eredj a puszta partra. Nem fénylik már az ablak, nem világol. Nincs már, ki azt az ablakot kitárja, csak sötétség suhog a síri házból a csillagtalan őszi éjszakába. A szerelem egy lány szemét lezárta. Eredj a puszta partra, várd az éjfélt, mert hát, ha visszatér a lányka árnya, hallgasd a tenger súlyos szívverését, figyelj a hullámzás harangszavára, s fájdalmad elcsitul a parton állva. Kacér repesi. Dallam igézi, táncol a lány, botlik a fény csupaszín derekán, tarka a szoknya szárnya viszi, s tarka a röpte sugár színezi. Szép hevületben izzik a nyár, bársony a szél, melegít, muzsikál. Ám az időnek jégfog a nő, s megmaradt tél, te kacér repeső. Vedhet-e véget táncnak idő? Ez nem csak egy rendhagyó este olyan értelemben, ahogy néhány szót ejtettem a bevezetőmben, hanem annyiban is, hogy kiállítás egyben. Itt, hogyha kimegyünk ott balra, egy kis teremben Baranyi Péter remek fotói láthatók, legalábbis egy részük, a gazdag életméből egy vékony szelet. És mielőtt megtekinthetnénk, és mielőtt szünet lenne, megkérem Markovics Ferencet, Baranyi Péter, ha szabad így egyértelműen fogalmaznom, mesterét, hogy néhány szót szóljon és nyissa meg a kiállítást. Köszönöm. Tisztelt ünnepeltek és ünneplők. Kedves barátaink, apa és fia, fiú és apja. Ezek a viszonyok alkotó művészek esetében oly sokrétűen variálhatók, ide sorolva az anyja és lánya, fia és anyja és egyéb rokoni szálakat, hogy bele sem fogok, noha viszket a billentyűzetem, ha csak átsuhan a gondolataimban Susan Valadon és fia Maurice Utrillo, vagy a Strauss dinasztia, netán hazai berkekből Ápril Lajos és Jékeli Zoltán, találomra hirtelenjében. De maradjunk csak mai esténk főszereplőinél, a két Baranyinál. A vér szerinti kapcsolaton túl sok minden köti őket össze, például ez a testes, szép kivitelű könyv, teszem hozzá iziben, hogy a Hungarovox kiadó vezetőjének, Kaiser Lászlónak köszönhetően. Figyelemre méltó, hogy esetünkben egy kiváló tollforgató és egy jeles képcsináló áll atyai és gyermeki viszonyban. Próbáljuk megtalálni munkásságok közös pontjait. Ami először föltűnik, választott témáikban a poézis meglenése és ábrázolás módjuk mikéntje. Az apa szintén költői képeket fest belvilága kivetítésével és Erika írógépének festékes szalagja segítségével. Már 1964-es kötetében a Siheder költő pályája hajnalán ezt találjuk a Gazella tánc című versében. Mint a húr ínú gazella, lába lopva peng a kőre, az a lány is pillanat volt, felvillant s eltűnt örökre. Húr ínú. Gyönyörű. Mentem, fibrillálok. Húrínu. És nem csak egy kecses állat jelenik meg lelki szemeink előtt,
hanem perdülő, szökellő lányok kara sora. Az egész költemény szavainak tetszés szerinti sorrendjét táncoltatja, de hát tessenek föllapozni. A szebbik nem, a nők végig kísérik egész életében, csak úgy, mint a másik fővonulat, a közéletiség, amely átitatta sorait mindmáig. Elhatároztam, hogy nagy ugrással az időben kiemelek valamelyik mostanában született kötetéből, például az Írások a falomból néhány, mai napig őt vezérlő eszmét, gondolatot, sort. Aztán letettem erről, mert szinte mindenhol keserűséget, szkepticizmust éreztem, holott az alapindíték, a hazánkért érzett aggódás valamennyit áthatja. Vissza a fiához. Péter újabb köri Klósz Györgyként bolyong a házak tetején, és felfedezi, megörökíti azt a megváltozott sajátságos világot, ami ott körülöleli, és fűti az alkotói kényszer, hogy ezt bemutassa annak a népes tábornak, amely soha nem kerül ilyen régiókba, ilyen magasságokba. A hordozó anyag, amelynek segítségével ezt megteheti, már régen nem a brómezüs szemcse, hanem a pixelek, a számítógépek elektronikája. De nem csak a tetőterek izgalmasak Péter számára, hanem olyan helyek, amelyeket már az enyészetnek szántak, elhagyott vasúti terek, romházak, pusztulásra ítélt tengerparti üdülőhely. Rendszerint este indul felfedező útjára, miként Csolnoki Viktor, aki remek írásokban rajzolta meg a 20. század küszöbén az éjszakai élet különös figuráit, furcsa helyszíneit. Péter összefon élőlényeket és holtanyagokat, ezek szintéziséből bontakozik ki, születik meg egyéni, sajátos képi tere. Fontos tevékenysége a zenével ötvöződik, csak úgy, mint apjának, a zenészekkel, énekesekkel kialakult barátság. A reklámfotózás, ha magas színvonalon űzik, ugyancsak értékeket szülhet. Már most akkor mi a közös még apjával? A hit. Nem vallási értelemben vett hit, hanem az a meggyőződés, amely láthatatlan erőként ösztökél, visz az életutunkon. Az a vélekedés, hogy amit alkotnak, fontos és közérdekű, közérdeklődésre számot tartó. Ha már közzel kezdődő szót leltem, ide kapcsolom a közérthetőség fogalmát is. Minden kép, amelyet apa és fia felfest, így vagy úgy, bármilyen eszközzel, az világos és érthető. Nem óhajtják lila ködbe burkolni mondókájukat, lényegesebbnek, hitelesebbnek hiszik szándékaik világos kifejezését. A hitnek velejáró záloga a bizonyos témákhoz ragaszkodás, azok gyöngyfűzérhez hasonló felfűzése. Apa és fia egyaránt nagyobb blokkokban, ciklusokban gondolkodik, versekben és képekben. Miként fényesedik fel mindez magasabb rendű tevékenységé, művészetté? Talán hasonlatosan ahhoz, amikor arra hivatottak hangok esetleges laza halmazát megfelelő sorrendbe rakják, valamint bizonyos ütembe rendezik, és dinamikát kölcsönöznek nekik egyéb finomságok mellett, hip-hop, ezek egyszer csak zenévé nemesülnek. Ez a közös könyvük szintén muzsikálni kezd, számos maradandó értéket rögzít és hordoz. Mindketten észreveszik a bauxitvörös kőarcot, és a maguk eszközeivel rögzítik. Az apa csöndes ráadásként 25 eleddig máshol még nem publikált verssel ajándékozza meg a fia által létrehozott albumot. Kívánok nekik még számos, hasonlóan gyümölcsöző, jövőbeli együttműködést!
Kedves barátaim, kedves megjelentek, szünet következik. Kérem, nézzék meg a kiállítást, a szerzők örömmel dedikálnak, és ha eltévednek a büfébe esetleg, akkor igyanak mindannyiuk egészségére. Köszönöm szépen. Zenei felvezetővel kezdjük el ezt a második részt, adjak egy kis zenei hangulatot is. A zenének és az irodalomnak az összekapcsolására a legeslegjobb példa, el szoktam ilyenkor mondani, hogy 1823-ban ezen a napon ma Petőfi Sándor egy alig egy éves kis csecsemő. Liszt Ferenc pedig alig 12 éves fiúcska. De száll egy dal az országon keresztül, Doborjántól Nagykőrösig, Pozsonytól Zomborig, és ez a dal úgy szól, hogy ahogy a Petőfi versben szoktuk hallani, hogy most is hallom-e dalt, elhangzott bár, cserebogár, sárga cserebogár. Hát ennek a Liszt Ferenci feldolgozása következik. Köszönöm a figyelmet! A régi törzsfők hova lettek? A tigrisbőrös vágtatók, kiknek nyilaitól remegtek, szántóvetők, városlakók. Az idő, náluk gyilkolóbb s könyörtelenebb hatalom, hírük sem őrzi már utód. Nyomukat benőtte a gyom. És hol vannak a fejedelmek? Kánok, királyok, fáraók, akik előtt letérdepeltek a korbácsolt alattvalók. Nekik se volt maradni mód szilárd vagy ingó trónjukon. Legtöbb nem érdemel ma szót. Nyomát is benőtte a gyom.
s kik demokráciát hitetnek. Bár a lóláb mindig kilóg, harsogva hirdetik a plebsznek, hogy ők az örökkévalók. Mindenki gaz, csak ők a jók, súlykolják vizen, szárazon, de eltűnnek előbb-utóbb, s nyomukat benövi a gyom. Herceg, mikor dőfös tahók osztozkodnak országodon, bűn addig várni birkamód, míg nyomuk benövi a gyom. Előre. Gyalog, biciklin és szekéren, pocsolyás kátyúkon keresztül tanyákról indult el a népem az indóházhoz seregestül. Ott azt remélte, hogy menetrend szerint roboghat majd a fényes horizonthoz, a földet itt lent érintő égbolt pereméhez. És ma a pálya csupa gaz, hisz vonat erre egy se jár már. Nincs jegypénztár, és nincs utas. Csupán a csönd az állomásnál. Kilazult, rozsdaverte, mállott símpárok súgják a vidéknek, hogy nincsenek már indulások, így nem is lesznek érkezések. Végállomás. Zögyögünk rég a hosszú pályán, egy szál sokan, s tömeges árván. Külön-külön az egy irányban, egyenként a közös magányban. Ott az út vége, ahol kezdjük, mindig egyszerre, sosem együtt. Aztán majd egy kopott remízben vakvágányra állít az Isten, s bejárt utunk is rozsda rejti, de mégsem. Ott sem száll ki senki. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor pár mondatot Feri a versekről. Meg erről a egy kötetről, két kötetről, ez két kötet bizonyosan egy a te szempontodból, egy, hiszen a te verseid szerepelnek mind a kettő kötetben, bár az első ugye bár az fotóalbum, úgy zárójelben, de nagyon fontos, megjegyzem, hogy a fotóalbum könyvhéten jött ki, tehát kiemelt ünnepi könyv, listás könyv volt. Ez a mostani fordítás, Tóth Farosi zseniális fordítása, pedig jó szerivel a tegnap jött ki, vagy tegnap előtt még szinte nyomdaszagunk. Na most, hogy Baranyi Ferenc egy, mondjuk ki egyértelműen, egy élő klasszikus, az nem is kérdés. Az, hogy rá aztán igazán érvényes az a Németh Lászlói mondás, hogy a nemzethez való tartozás legfőbb ismérve a munka. Mert ő végig dolgozta az életét. És ha jól olvassuk a verseit, a végső quintessencia, és aztán Feri mindjárt, talán amit szoktam mondani, hogy a 20. és most már 21. század mindenkori megalázott embere, kisembere, magunkat is beleértve, fölé hajolni, mert hogy ő fogalmazta meg, porig kell hajolni azért, akit porig aláztak. Na most, ezek a mostani versek, hallottuk, nagyon sötét tónusú versek, filozófikus versek, metafizikai versek. Engem megmondom őszintén, hogy Vörös Marti késői korszakára emlékeztet, úgy messziről Arany János, és bár komorú gondolatok vannak benne, és rögtön jön a kérdés, egyetlen egy mondat. Adi egyik kortársa azt írta, hogyha jól olvasok Adi Endrét, ez a beteg, Istenhez hanyatló árnyék, igenis az egészség, az élet és a szerelem költő, és így is van. Ha jól olvasok Baranyi Ferencnek a mostani verseit, amelyben olyan sorok vannak, de nincs esély, hiú ábránda látható sötét, itt az elkomorulás mögött, meg a mű mindig csak érintő az élet görbéjéhez,
Azért én érzem az élni akarást. Nem a fizikai élni akarást, az ember élni akarását ebbe a furcsa felemás korba. Tehát ezek a versek a maguk sötét tónusával számomra erőt adó versek. Ezt jól érzed, és azt hiszem, hogy te többet tudsz a verseim üzenetéről, mint én. Hát ez általában úgy szokott lenni, ugye, hát a híres eset, hogy Arany János bácsi oda írta a verseit elemző dolgozat margójára, írta Gyulai Pálaszem, hogy ezt gondolta a költő, azt gondolta a költő, és odaírta, hogy gondolta a fele. Na most, és tényleg ez szinte törvényszerű, hogy a költő sokszor nem tudja, hogy mi mindent mond egy versében. Egy jó előadás, egy jó interpretáció, az kicsengethet olyat is a versben, ami a költő számára is a reveláció erejében hat. Csak csodálkozik az előadóra, hogy Jézus, hát ez is benne az okozban, nem is tudtam róla. Na most, amit te elmondtál, ez így van, de eddig ezt én így nem gondoltam végig. Ezt nem tudtam, hogy erről van szó, és ezt most pontosan megfogalmaztad, és köszönöm neked. Ezért majd azt fogom ismételni írvasotálkozom, amit most tőled hallottam, amikor az új verseimről kérdeznek. Na most, tehát úgy született a dolog, hogy ez csak tényleg egészen röviden, hogy én ugye nem nagyon írtam rendelt verseket életem során, mert ifjúságomban ilyen rossz emlék lengte körül a megrendelt verseket. Ugye akkor divat volt az 50-es években, hogy köszönteni kellett Rákosi Mátyást a 60. születésnapján, Szálint a 70-en, és akkor születtek ilyen remek művek, hogy megy Rákosi a tanácsba, körülötte fia lánya, apja minden öreg paraszt, lába alatt zörg a varaszt. Hogy egyik akkor kétszeres Kossuth Díjas költő írta, hogy széltámad kína pálmafáin, salbán partokra zengenek, 10 000 évig éljen Sztálint sokáig, mint a nagyhegyek. Tehát ezek rendelt versek. Na most azért, mert akkor én ilyeneket olvastam gimista koromban, nem nagyon jó benyomásaim támadtak a rendelt versek, ezért kerültem őket. Na most a Péter se rendelt, ennél ravaszabb volt, levetítette nekem az egész anyagot másfél-két évvel előtt, mert akkor már kész volt azzal a hátsó szándékkal, hogy hát ha a képek közül valamelyik inspiratíve hat rám. És jól számított, mert 21 darab az valóban nagyon is inspirált, olyannyira, hogy nem hagyta nyugton a képzeletemet. Hát tavaly nyáron a szívkórházban, a Városmajorban is, miközben katéterezték a szívemet, megírtam neki 2 darabot ezek közül a versek között. Nem új az irodalomban, nem jellemző, vagy nem is tudok mondani, hogy gyermek és apa, szóval azért itt voltak érzelmek, meg költészet, vagy ez hogy indult meg? Na, szóval kicsikét adogok, mert magam sem tudom, hogy itten hogy fogalmazzam meg, hogy indult meg, mert a vers maga, hiszen volt egy gyermeki felkérés, amit kötelesség teljesítenet. Mit nem tesz meg az ember a gyermekért, ugye? De ugyanakkor pedig a képek nem mindegyike sötét tónusú, a te verseit tisztátok, hogy sötét tónusú, és valahogy be kellett indulni egy költői üzemnek. Hát az mindenképpen a kép volt az inspiráló, mindenféleképpen, ami aztán eszembe jutott, sok más asszociáció is támadt, amit a kép indított el. De mindig a képből indult ki az ihlet, ha szabad így fogalmaznom. Én még csak annyit, hogy tegyek hozzá, én nagyon-nagyon megörültem, hogy a gyerekem az szintén ilyen alkotó művészé vált, tehát, hogy úgy mondjam, kollégává, mert egyébként kicsi korában, mondjuk így a humán művészet, akivel nem sok affinitást tanúsított, mindig el szoktam mondani, hogy 2 mondatban, hogy opera rajongót akartam belőle faragni, és akkor cipeltem mindenféle operaállásokra 8 éves korában, olyan előadásokra, ahol a Mészői Kati című mezzoszoprán valamit énekelt, mert az jó barátom volt. És
És akkor néztünk Trubadurt, amikor a Kaci Azucsina volt, Gertrudist énekelte a Bánkban, akkor azt néztük, aztán Carment néztük, és akkor 8 éves Peti a Carment, hogy elmerengett, mondom, most dolgozik benne a művészet, nem volt hiába. És akkor megszólalt, hogy szegény Kati néni, mindig csak kinyifan. Trubadurban elégették, a Bánkba leszúrták, most megint. Ez volt mindig mindegységet. No, de ez teljesen immunis a művészetekkel szemben, aztán egyszer csak kiderült, hogy nem is, hanem nagyon is van affinitás a művészetekre, és örülök neki. Tényleg most az atyai elfogultságot félretéve is tényleg nagyon jónak érzem ezt az albumot. Az első albumjának a bemutatóján, vagy az első kiállításán mondtam a Markovics Feri lehallatára, hogy nem is tudtam, hogy ilyen tehetséges vagy. Képtől képig úgy is lehetne mondani, nem? Hogyha fotó és a költői kép. Nagyon szépen köszönöm, Feri. És akkor megkérném Merényi Juditot újra, hogy egy újabb csokorverssel örvendeztesse meg minket. Nincs pusztulás. A fa sírkő mellől is ég felé tör, de nem szakadhat el a gyökerétől. Holtakból is táplálkozik az élet erején át a fa gyökérzetének. A foszlótest jó táplálék a fának, élősdie az élet a halálnak. Ne fintorogj a rothadást, ha érzed, mert létforrássá válhat az enyészet. Rügy, majd virág, majd zöld levél az ágon, gyönyörű szép győzelem a halálon. Nincs pusztulás, ne rettegj hát a végtől, a fában folytatod, mely ég felé tör. Darkness. Sűrű sötétben nem tehet egy lépést sem a képzelet. Az áthatolhatatlan ében nem int felé csöpp, messzi fény sem, így lombon, romfalon marad. Csak azok világítanak. Egy villanás elég neki, mely a távolba röpteti. Lidérc vagy Szent János bogárka nyomát követve messze szállna. De a borzalmas fak sötét páncélját nem törheti szét. Csarnok. Ahol az ablak betörik, ahol a tető beszakad, onnan kiillan a jövő, de a múlt képe ott marad. Kikukucskál a réseken, ki is bújik, de visszatér rögtön a rozsdás vaskapun, mit neki nyitott ki a szél. S telerakja a csarnokot emlékek kontúrjaival, és minden emlék testet ölt, mielőtt végleg múltba hal. Már nem ürességet talál, aki véletlenül betér, hisz minden sejlő rajzolat pulzáló évekről mesél, évekről, melyeknek során formálódott itt valami, minek létét új létre kelt, holtnak hitt múlt oltotta ki. Azt tudjuk el, hogy Judit gyermekkorom óta ismer engem is, tulajdonképpen ismeri az egész életutamat, tehát ezért különben tisztelő, hogy ilyen szépen adottálta a verseket. Látható egy kép, aminek az a címe, hogy Tangram. Ezt a felvételt úgy csempésztem be a könyv szerkesztése alatt a víziók sorozatomnak nyitóképének, mert tulajdonképpen mindig kicsit türelmetlen vagyok. Jó, ez a könyv, ez itt van, de én igazából már egy éve nagyon dolgozom egy anyagon, aminek az lesz a címe, hogy álomszekvencia, és
ezt jövő évben így ősz tájékán szeretném bemutatni egy nagy kiállításon, de tulajdonképpen ez a tangram, hogy mit jelent, a Wikipédia szerint egy ázsiai kirakós játék, logikai játék, de itt egész más jelent, nem véletlen, a következő meghívott zenész barátom, Fabók Péter, tangram, aki az ambient zenei stílusban zeneszerző és előadó művész, 15 éves zenei pálya mögött áll, és több tucat EP és CD albuma fémjelzi munkásságát. Az idei januári háromnapos zenei csipfesztiválon a műfaj legrangosabb előadói mellett adott koncertet, és még a tengeren túli szakmai sajtó is igen elismerő kritikával idette munkásságát, tehát úgy, nem csak én érzem úgy, hogy minőség és érték, amit készít. A másik aspektus a dolognak, hogy ő lesz az, aki támogatni fog engem jövőre, tehát önkicsit előre tekintünk, ezt a képet ezért csempésztem be az albumba, ez már a jövőre mutat, ő fog ott szintén koncertet adni, és célunk Péter barátommal, hogy ennek a kultusznak és az 70-es években keletkező kultusznak és ennek a nagy alakjainak tisztelegjünk a magyarországi rajongókkal együtt, és természetesen a munkásságaink iránt érdeklődők felé. Ezért megkérem Pétert, hogy fáradjon a színpadra, és köszöntsük Fabók Péter tangramot. Visszhang. És Péter megtisztelt azzal, hogy ez a kompozíció erre az este született. Egy ős bemutatónak lehetünk fültanúi. Köszönöm. Lassan esténk végéhez közeledünk, de hagyj kérdezem meg, kedves barátaim, hogy voltak már olyan irodalmi esten, ahol ott volt a szerző, és nem olvasott föl. Mert én nem igen. Úgyhogy megkérem mind a két szerzőt, mert Baranyi Péter is bizonyos értelemben nem csak képszerző, hanem írni se ír rosszul, úgyhogy egy-egy művet kérlek, olvassatok fel. Az a parancs, hogy azt a verset olvassam fel, mert saját portrém alatt van, az mindössze 8 sor. Úgyhogy nagyon röviden megúszták azt a csapást, hogy ott a kép, igen. Most már tudom, az arcom végleges, nem ösztökél eredendő hiúság magam jobbnak, szebbnek mutatni annál, aki vélettem 80 év alatt. Ám holtunk van, oly furcsa kényszer ez, mégsem valós, de vélt magunk kimultát,
silatja Makacsula ravatalnál a mindenkori gyászoló csapat. Ha valakinek az arcát igazán ismerem, akkor a szülőatyámé. Időnként megtiszteltetésként ér, amikor felkér engem, hogy a karakterét köteteihez képségbe tegyem, ha már úgyis fotográfia a szakmám. Miközben instruálom, egyéb iránt könnyen instruáltó alany, gyermekeként látom az édesapámat, ahogy a fényben terelgetem. Amikor a kameráim keresőjében megtalálom a szuggesztív tekintetű, költészetben meghatározó személyiséget, na, akkor oldom ki az exponáló kábot. Átérezhetem, szerencsés vagyok, hogy Baranyi Ferenc költő, az édesapám, az alapszemléletemet és a világ iránti érzékenységemet és a nyitottságomat az élet értékeire mind-mind neki köszönhetem. Mindig izgalmas, mikor egy felkérést kapok tőle, hogy én formázzam meg arcát a fényben. De már évezredek óta zajlik az Opera Mesék című sorozatom, és most is gondolom azt gondolják, hogy operákról fogok mesélni, de nem így lesz. Ez indokolt ez a hiedelem, mert a Markovics Feri a tanú, hogy már 10 éves koromban operát komponáltam Cegléden, mert egy iskolába jártunk. De most a nem operákról lesz szó, hanem nápolyi dalokról. Ez lesz a záró blokk, de az operaénekesek fogják előadni. Na most ugye azt lehet olvasni nálam a szócikkek elején, a lexikonokban, hogy magyar, olasz, francia szakos tanár. Most ez az olasz szak nem pontos, azt úgy kell mondani, hogy toszkán szakos. De olaszul úgy kezdődik, hogy Sista voce, te sétain tanuttata. Így van nápolyul. Ide varázsoljuk azért a nápolyi napfényt. Elsőnek az a címe, hogy éjszakai hangok. Utána következik egy nagyon ismert világslágerré vált nápolyi dal, az a címe, hogy Tiltott dalla, Musica proibita. A harmadik dal pedig nagyon-nagyon közismert, szintén világsláger nápolyi dal, az a címe, hogy Katari. Ezt majd úgy énekli a Csáky Gyuri, hogy egy strófát mindössze, de először elénekli nápolyul, tehát nem olaszul, hanem nápolyul, és utána pedig az én magyar szövegemmel, illetve mind a három hát a magyar szövegemmel megy.
Isten éltesse az összes baranyit! Minden jót kívánok, a szerzők még szívesen dedikálnak. Örök, hogy együtt voltunk, a legjobbakat kívánom, jó éjszakát! Azt hiszem, hogy nem fehér. Fehér? Nagy, 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 nagy.